Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és egyben boldog új esztendőt kívánok neked. Ebben a videóban elmondom, hogy mi köze a meditációnak az angol tanuláshoz, miért hasznos és előnyös számodra, ha minden egyes nap meditálsz, hogyan kezdj hozzá, tehát hogyan kezdj meditálni még a mai napon, és végül a videó végén egy 30 napos kihívásra szeretnélek invitálni téged. Most kezdjük az elején, mi köze a meditációnak az angol tanuláshoz. Nos, tudnod kell rólam, hogy én annak idején jó tanulónak, de rossz vizsgázónak számítottam. Ez azt jelenti, hogy mindig igyekeztem becsületesen felkészülni az adott tesztre, de aztán az izgulás, a stressz és a vizsgadruk miatt mindig elkutyultam valamit, és rendre rosszabb jegyeket kaptam, mint ahogy az indokolt lett volna. És sajnos azt látom, hogy a mai napig nagyon sok diákom szenved attól, tehát nem tudja kezelni a stresszt, amit a vizsga, vagy a vizsga helyszín, vagy a vizsga szituáció okoz neki. Tehát felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet csökkenteni a stresszt. És nem csak a vizsgák előtt, mondjuk egy angol középfokú nyelvvizsga, vagy egy érettségi, vagy bármilyen témazáró előtt, hanem úgy általában az emberek életében. Én azt hiszem, hogy a mai világban erre mindenkinek nagyon nagy szüksége lenne, hiszen rengeteg olyan nehézség merül fel, amit egyszerűen nem tudunk befolyásolni, csak megtörténik velünk. Azt hiszem, hogy nagyon jó példa erre az egész előző 2020-as év, és erről nem is akarok többet beszélni. Tehát rengeteg olyan szituáció van, amit kezelnünk kell valahogy, valamilyen módon, de amit nem tudunk befolyásolni. Nekem ez a stresszkezelési taktika a rendszeres meditáció lett. Annak idején egy nagyon rövid idő alatt, és itt tényleg néhány hétről beszélünk, amikor is elkezdtem a meditációval foglalkozni, elkezdtem meditálni minden egyes nap, néhány hét alatt nagyon pozitív változást eredményezett az életemben, és tulajdonképpen sokkal nyugodtabb voltam ezekben a vizsgahelyzetekben. Nézzük azt, hogy miért hasznos és előnyös számodra, ha minden egyes nap meditálsz. A meditációt évezredek óta több kultúrában alkalmazzák, mivel számtalan előnye van. Mind a testünkre, mind az elménkre, mind az érzelmeinkre hatást gyakorol. A rendszeres meditáció eredményeképpen csökken a vérnyomásod, nyugodtabbá válsz, csökkentheted a stresszt az életedben, sokkal könnyebben fogsz tudni koncentrálni a tanulásra vagy a feladataidra, és hamarabb megtalálod a megoldást az életed azon területeim, ahol jelenleg úgy érzed, hogy elakadtál. A következő kérdés, hogy hogyan kezdj hozzá még a mai napon? Nos, amikor a barátaimnak mesélek erről, hogy én meditálok, akkor általában nagyon furcsán szoktak rám nézni, mert engem egy nagyon racionális és két lábbal a földön járó embernek ismernek, és ez tulajdonképpen igaz is, ez így is van. Azért néznek rám furcsán, mert a mai napig rengeteg tévhit és fél információ él a meditációval kapcsolatban. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy bonyolult, ezoterikus, drága és nagyon sok gyakorlással elsajátítható folyamat. Nos, el kell mondanom neked, hogy az összes állítás, amit az előbb elmondtam, az teljes bullshit, tehát teljesen hamis. A meditációt bárki, bármilyen életkorban, bármikor elkezdheti, teljesen ingyen. Jó? Én lefogadom, hogy ami kell hozzá, az a jelen pillanatban is megtalálható nálad otthon a lakásban. Nézzük azt, hogy hogyan kezdj el meditálni. A meditációnak három stációja van. A meditáció kezdete, maga a meditációs folyamat és a meditáció befejezése. Nézzük részletesen mind a három folyamatot. A meditáció kezdete. Ugye keress egy csöndes, zajmentes helyet otthon a lakásodban. Ez azt jelenti, hogy kikapcsolod a tévét, a rádiót, a mobiltelefonodat, és úgy általában minden zavaró tényezőt. A háttérben szólhat valamilyen lágy zene, de erről a meditációs zenéről, sőt az én meditációs zenéimről egy kicsit később, majd részletesebben szeretnék még beszélni.
De most maradjunk ennél, tehát zajmentes környezet. Mindenképpen egy nagyon kényelmes ruházat legyen rajtad. Teljesen mindegy, hogy mit viselsz, semmilyen befektetés nem kell hozzá. Az a lényeg, hogy meditáció közben jól érezd magad, ezért egy olyan ruhát keres, ami sehol nem szorít téged. Tehát mackonadrágban és egy pólóban is bármikor nyugodtan meditálhatsz. Jön a következő tévhit, a lótuszülés. Na most, hagyományosan a meditációt tudnod kell, hogy úgy gyakorolják, hogy a földön párnán vagy párnákon ülnek, és lótuszülésben meditálnak. Na most, én pontosan tudom azt, hogy ez a helyzet nagyon sokak számára, különösen a kezdőknek kényelmetlen lehet, főleg annak, akinek kötött a csípője, vagy valamilyen tért problémákkal küzd. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen mindegy, hogy milyen pozícióban ülsz, nem kell lótuszülésben meditálnod. Jó? Tehát ez is egy tévhit, hogy csak ebben a pozícióban lehet meditálni. Olyan testtartást találj, ami lehetővé teszi, hogy egyenes testtartással, egyenes háttal ülj. Tehát egy jól bevált háttámlás szék tökéletesen megteszi. A következő kérdés, hogy mennyi ideig meditálj. Na most tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, ez a videó elsősorban kezdőknek szól. Amikor elkezded, ha napi 5-10 percet rá tudsz szánni, már annak is nagyon sok pozitív hatása lehet az életedben. De nagyon fontos, tehát ne akarj egyből fél órán vagy egy órán keresztül meditálni, nagyon fontos az is, hogy a harmadik napon ne hagyd abba, mert akkor az egésznek semmi értelme nem lesz. Jó? De erről majd megint egy kicsit részletesebben fogunk beszélni a videó végén a 30 napos kihívásnál. Nézzük magát a meditációs folyamatot. Az első lépés a test ellazítása, a második lépés pedig az elme ellazítása. Nézzük először a test ellazítását. Ahogy azt korábban mondtam, keress egy kényelmes pozíciót, egy jó széket, az a lényeg, hogy egyenes testtartással, egyenes háttal ülj. Hunyd le a szemed, és kezdj el egy mély lélegzést a rekesz izmaid segítségével. Próbálj a légzésre, és csak és kizárólag a légzésedre koncentrálni, semmi másra. Lényegében nekem sokat segített, és talán neked is fog, ha arra gondolsz, hogy minden egyes levegővétellel, életerővel, új energiával telik meg a tested. Jön a második lépés, az elme ellazítása, és elképzelhető, hogy ez a rész bonyolultabb lesz majd, ha teljesen kezdő vagy, mint a test ellazítása. Tehát nagyon gyakran mondják, hogy meditáció közben ne gondolj semmire. Jó, ezt nagyon könnyű mondani, tehát sokaknak okoz ez tulajdonképpen egyfajta nehézséget, hogy meditáció közben egyáltalán semmire ne gondoljanak. Ugye azt vettem észre, és talán te is ebben a helyzetben vagy, hogy az emberek nagyon-nagyon sokat rágódnak a jövőn és a múlt eseményein. Mit mondott tegnap a főnökük, mit mondott tegnap a barátjuk vagy barátnőjük, és mi lesz a holnapi meetingen. Ugye ezen pörgünk állandóan az egész nap folyamán, és ezért nem tudunk a jelen pillanatra koncentrálni, nem tudjuk megélni a jelent. Úgyhogy légzés közben nekem nagyon sokat segített, és megint azt mondom, hogy talán neked is fog, ne egy fekete ürességet próbálj magad elé képzelni, hanem valamilyen mentális képet, ami megnyugtat téged. Ez mindenkinél lehet más és más. Talán neked is segít, ha megpróbálsz egy nagyon szép és nyugodt óceánra gondolni, ahogy a hullámok egymást érik. Vagy például egy nagyon szép, nyugodt nyári égboltra, ahol a felhők kergetik tulajdonképpen egymást. Ne aggódj, hogyha az elméd néha időről időre elkalandozik, a meditáció egy hosszabb folyamat, és mindenképpen gyakorlást igényel. Az a fontos, hogy arra törekedj, hogy az elméd visszataláljon újra, és megint csak a légzésedre összpontosíts. Tudnod kell, hogy a meditáció nem blokkolja, hanem tulajdonképpen
egyfajta külső szemlélőként figyeli a gondolataidat. Tehát, hogyha meditáció közben eszedbe jut, hogy például holnap be kell vásárolnod, akkor ezzel lényegében tudatosult benned egy gondolat. Optimális meditációs állapotban mi csak megfigyeljük ezeket a gondolatokat, és nem kezdünk el ezekkel a gondolatokkal részletesebben foglalkozni. Tehát ha eszedbe jut, maradjunk ennél a példánál, ha eszedbe jutott, hogy holnap be kell vásárolnod, nem kezdesz el azon pörögni, hogy mit kell venned, hol vedd meg a sarkon, a kisboltban, vagy menj el a közértbe autóval, vásárolj-e a családtagjaidnak is, hány napra vásárolj, tehát ezekről a gondolatokkal nem foglalkozunk. Minél tovább meditálsz, lényegében annál nagyobb tudatosságra fogsz szert tenni. Most jön a harmadik fázis, a meditáció befejezése. Ha úgy érzed, hogy letelt mondjuk az a 10 perces időkeret, amit az elején megbeszéltünk, hogy én ennyit tartok kezdőknek optimálisnak, akkor ne nyisd ki a szemed és ne állj fel rögtön, hanem lassan lazítsd el magad, nyisd ki a szemed, és kezd el érzékelni a körülötted lévő tárgyakat, tehát a környezetedet. Ne állj fel rögtön, hanem maradj ülve, és néhány másodpercig gondold végig még egyszer azokat a gondolatokat, érzéseket, ötleteket, amelyek a meditáció közben felmerültek. Még egy tanács, és megint azt mondom, hogy nekem ez sokat segített, és ezért mondom el neked is, próbálj minden egyes nap ugyanabban az időben meditálni. Tehát ne azt csináld, hogy egyszer délelőtt 10 órakor meditálsz, aztán másnap délután 3-kor, és a harmadik nap este 8-kor. Ha sikerül megint egy hónapig rászoktatnod magad arra, hogy minden egyes nap ugyanabban az időben meditálj, akkor ez tulajdonképpen a napi rutinod részévé válik, beépül a napi rutinodba, és ezáltal nem fog gondot okozni, hogy minden nap időt szánj a rendszeres meditációra. És végül a videó végén beszéljünk erről a 30 napos kihívásra. Tudnod kell, hogy én mindig zenét hallgatok meditáció közben, és annyira megkedveltem már ezeket a meditációs dallamokat, hogy nem csak meditáció közben hallgatom őket, hanem nagyon gyakran akkor is, amikor otthon vagyok, és mondjuk dolgozatokat javítok, akkor ezek a dallamok szólnak a háttérben. Én a hónap végéig, tehát január végéig minden nap ezen a csatornán meg fogom osztani a kedvenc meditációs zenéimet, és nagyon szeretném, ha velem együtt ezekre a zenékre elkezdenél te is napi 10 percet meditálni, úgy, ahogy az előbb azt átbeszéltük. Szeretném, ha te is megtapasztalnád a meditáció áldásos hatását, csökkenteni tudnád a stresszt az életedben, és ezért mondom azt, hogy egy hónapon keresztül minden nap meditáljunk együtt ezen a csatornán. Nagyon örülnék neki, hogyha a hónap végén a komment szekcióba leírnád, hogy mit tapasztalsz, tudott-e neked segíteni a rendszeres meditáció, milyen változást vagy változásokat hozott a meditáció a te életedben. Úgyhogy még egyszer mondom, kezd el velem ezt a 30 napos kihívást, holnap jön az első meditációs zene. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!